Kellemes napos időben gyülekeztek a gyerekek, hogy Feró irányításával a családban hallott történetek alapján felidézzék, milyen mesterségeket űztek régen a romák. Az ötletgazda célja a hagyományok, az elfeledett szakmák felélesztése, a helyi közösség formálása. Ezeket felelevenítettük úgy, hogy a felnőttek is besegítettek. Mire tudtak ők segíteni? Elmesélték, hogy például a vályogvetést azt hogyan csinálták valamikor. Vagy a lókereskedés az hogyan működött, milyen formája volt. Ugye elmesélte a cigány nevét, mindenki ismeri a Dedes, itt kiengedte a tér az előbb a lovait, néztük a kölykökkel, és ugye elmesélte a történetet, hogy előtte egy nappal megindultak a cigányok a vásártére, és ilyen 30-40-50 kilométereket lehajtottunk, én is részesen voltam, és konvojokba mentünk. A beszélgetés után a házak előtti beton megtelt szebbnél szebb gyerekrajzokkal. Ezek bizony spontán születnek, tehát egyiknek sem segítettem, én különösen soha nem foglalkoztam egyikkel sem. Szabad, meg békát, meg egy lovas kacsit. Feri bácsi segített neked? Igen. Látom, gyönyörű színek vannak ezeken a rajzokon. Neked melyik a kedvenc színed? A cseresznye. A cseresznye? A színed? A piros, a kék, a sárga? Cseresznye szín. Cseresznye szín. Az aszfaltrajzok elkészülte után megbeszélték mindazt, amit a gyerekek megszerettek volna mutatni a roma mesterségek jellemzői, eszközei és szerszámai közül, illetve azt, hogy technikailag milyen alkotások születtek.